Ferenc Éva és Lukács Józsefné már 39 éve vannak az óvonői pályán, ismertségük is hosszú évekre nyúlik vissza. Szakmai kapcsolatuk a fejlesztő pedagógus szak megszerzése után indult, akkor úgy döntöttek, összegyűjtik, rendszerezik a közös kutatásaikat, hogy bővítsék tudásukat. 2009-ben jelent meg az első könyvünk, egy matematikai tartalmú szakkönyv, a címe A játék nem csak játék volt, amit először a diszlexiás gyermekekért Tolnában egyesület adott ki. Kezdetben a célunk az volt, hogy a saját ismereteinket bővítsük, később már, hogy segítsünk a kollégáknak a napi gyakorlati munkájukban. A 4 kötetes ösztölőszék sorozatunkban a környezeti témákhoz kerestük hozzá a fejlesztő játékokat, mert a célunk az volt, hogy minden óvodapedagógus tudja napi szinten alkalmazni ezeket, hiszen minden óvodában van már esenés és bételmenes gyermek, aki fejlesztésre szorul, illetve hát a csoportban minden gyereknek szoktunk egyéni fejlesztést is biztosítani. Sajátos nevelési igényű gyermek az esenés gyermek, a bételmenes az beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros gyermek. Később már a segítségnyújtás lett a legfőbb cél, mondja Lukács Józsefné. A következő sorozatunk, a kerekegyesztendő, az már az ősztől-őszig sorozatra épül. Itt már a tartalma bővült, tehát nagyon sok fejlesztő játék található meg benne, de itt már mi magunk is nagyon sokat találtunk ki. Kísérletek találhatók benne, receptőgyűjteményt is ajánlunk, és amiben más, mint az előző sorozatok, hogy a környezeti témához nem csak a környezeti témát dolgozzuk ki, hanem minden műveltség tartalomhoz kínálunk tevékenységeket. Aztán 4 kötetben a csoportos fejlesztések ötlettárában a saját munkánkat mutatjuk be itt a művelődési házban, a játékos mozgásfejlesztést. És hát a legutolsó könyveink, amik nemrégiben jelentek meg, a heti tervező 2 kötetes szakkönyvek. Itt már a célunk az volt, hogy segítséget nyújtsunk az óvodapedagógus kollégáknak a tervező munkába, hogy még tudatosabban, még átgondoltabban tudjanak tervezni. És hát egy éves tematikát ajánlunk ebben a könyvben, ahol nagyon sok környezeti témát gyűjtöttünk össze a saját gyakorlatunkból. Nyárra is sok témát ajánlva, amik nagyon színesek, a kalózos, indiános játék, ősemberes játéktól kezdve nagyon sokféle témát feldolgoztunk. Ezeket sok tevékenységet ajánlunk, és minden műveltségtartalom kapcsolódik a környezeti témához, és minden műveltségtartalomhoz kapcsolunk feladatot és célt a tervezéshez. Ezen kívül még a könyvben nagyon sok fejlesztőjáték és mozgásfejlesztőjáték van. És egy könyvünket hagytam még ki, ami a kedvencünk, a mesés mozgás, ahol a saját módszerünket mutatjuk be Évivel, ahogy a napi gyakorlatban mi a mindennapos testnevelést vezetjük az óvodáinkba, a csoportjainkba. Ez nagyon a gyermekünk, ezt a módszert szeretnénk továbbadni a kollégáknak, és akkreditált tanfolyamot kívánunk indítani a jövőben, amit az oktatási hivatal már engedélyezett. A könyvekről a visszajelzések a kiadótól nagyon jók, azt mondta nekünk, hogy az egész országban, még a határon túl is tudják használni az óvodapedagógus kollégák. A páros immáron 10 éve tart heti rendszerességgel fejlesztő órákat gyerekeknek. Miután az első matematikai könyvünk, a játék nem csak játék során könyvbemutatót rendeztünk, és ahhoz videófelvételt is készítettünk a gyerekekkel való munkánkról. Ezt meglátta a Bonyhádi Művelődési Ház igazgatója, akkori igazgatója, és felkért minket egy közös munkára, közös pályázatírásra. 2010-ben ez meg is valósult. Az óvonő kollégák segítségével részképességzavaros, beilleszkedési tanulási nehézségekkel küzdő, tanulási nehézségek jeleit mutató óvodáskorú gyerekeket küldtek hozzánk. Hetente 2-szer foglalkoztunk velük, 45 percben. A szűrés után, miután megnéztük a gyerekeket, hogy mik azok a területek, aminél lemaradások vannak, ezt a szülőkkel átbeszéltük, és hetente 2-szer ajánlottunk nekik ingyenesen pályázat keretében csoportos fejlesztő foglalkozást. Ezeknek a csoportos fejlesztő foglalkozásoknak az alapja a mozgás, a nagy mozgás, a beszéd és a játék. Az óvodáskorú gyerek pszichikus érettségéből adódóan a legfontosabb tevékenysége az, hogy játszon, hogy mozogjon, hogy énekeljen, hogy táncoljon, és mindent, ami számára élvezetes, azt megpróbáljuk ezeken a foglalkozásokon kihasználni.
A művelődési házzal nem csak a csoportos foglalkozásokon keresztül, amit már 10 éve tartunk itt minden héten, nagyon-nagyon sok érdeklődő óvodáskorú kisgyerek számára. Nem csak ez a kapcsolat, hanem minket felkérnek minden évben a Tarka Fesztiválon játszóház vezetésére, aminek örömmel teszünk eleget, és továbbá a művelődési ház adott lehetőséget arra, hogy ugye a fejlesztő pedagógiának nem csak a nehézség, a részképességzavarok felszínre emelése és segítése, erősítése a feladata, hanem a tehetséggondozás a másik véglet. A fejlesztő pedagógus azt mondja, a kicsik minden alkalmat nagyon élveznek, az órák különböznek, mindig egy-egy mesére építik fel a foglalkozásokat, így a gyerekek csak annyit tapasztalnak belőle, hogy játszottak egy jót. Mai foglalkozás egy lovagi torna lesz, egy mesén keresztül készülünk egy órán keresztül, egy mesébe ágyazott játékos csoportos mozgásfejlesztés, ahol rengeteg nagy mozgást célzunk meg. Pontosan, ahogy a Marika említette, legfőképpen a téritájékozódást, az egyensúlyzavart, ami megspékelve egy idegrendszer éretlenséggel valóban figyelemzavar tud okozni. A munkánk során nagyon sok cikket készítettek velünk, és 2019-ben büszkék vagyunk arra, hogy az óvodai nevelés szakmódszertani folyóiratban Körmöci Katalin felkért minket az óvónőkért cikk keretében, bemutathattuk a munkánkat, bemutathattuk azt, hogy mi mit teszünk azért, hogy az óvodáskorú gyerekek pszichikus funkciói megfelelőképpen fejlődjenek. Ez számunkra öröm, ez számunkra játék, és nincs annál jobb, mint amikor a gyerek élvezettel és örömmel jön ide hozzánk játszani.